Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, ha pedig új vagy, akkor szia, én Eszti vagyok. Folytatódik tovább a minimalizmus sorozat, ebben a mai videóban megnézzünk néhány gyakorlati, kézzelfogható tippet spórolással kapcsolatban, amelyek kéz a kézben járnak a minimalista életmóddal, és valóban segíthetnek abban, hogy pénzt spórolj. Az első ilyen dolog az úgynevezett Zero Day, vagy No Spend Day. Ez azt jelenti, hogy kijelölsz egy napot a héten, amikor semmire nem költesz, tehát konkrétan ki sem nyitod a pénztárcádat. A szkeptikusok most rögtön mondhatják, hogy ez már pedig lehetetlen. Tehát nem tudok úgy egy napot eltölteni, hogy valamire ne kelljen pénzt költenem. És akkor azt szoktam javasolni, hogy valóban, mert szerintem, hogyha jobban belegondolunk, akkor igenis lehet egy olyan napot találni a héten, amikor tudatosan nem költünk semmire. Tehát képzeld azt a szituációt, hogy mondjuk a hétvégén bevásárolsz, előkészítesz magadnak mindent, van egy-két napra ebéded, megvan a BKV bérleted, akármi, tehát mindazok a dolgok, amelyekre alapból pénzt költesz, és mondjuk azt mondod, hogy akkor hétfőn nem költesz semmire, mert megvan mindened, amire szükséged van arra a napra. A legjobb, hogy amikor bevezeted ezt a heti egy zero spend day, annyira meg lehet szokni, tehát ez annyira jó érzés, hogy nem költöttél semmire, hogy a heti egyből akár lehet heti kettő, és tovább, látjátok, hogy hova próbálok ezzel kiukadni, de azt gondolom, hogy még ha első ránézésre lehetetlennek is tűnik, nem olyan nehéz egy zero spend vagy no spend day napot beiktatni a héten, és már ezzel nagyon sokat tettünk azért, hogy segítsük ezt az állandó vásárlási kényszer legyőzését, és hogy sokkal több pénzt spóroljunk. A következő tipp annyira primitív, hogy sokat gondolkoztam egyáltalán belefoglaljam-e a videóba, de arról van szó, hogy amióta ezt a minimalista életmódot követem, egyszerűen esélyt sem adok arra, hogy olyan dolgokat vegyek, amelyre egyébként nincs is szükségem. Bármennyire triviálisnak tűnik, gondoljatok bele, hogyha nem mész el az ilyen helyekre, például a plázák, a bevásárlóközpontok, a mindenféle outletek, akkor nem is látod a termékeket, és akkor nem is alakul ki az emberben az az impulzus, hogy már pedig nekem ez kell, vagy hogy meg szeretném magamat jutalmazni, vagy hogy én ettől boldogabbnak fogom magam érezni. Kész, befejezzük, nem is megyünk az ilyen helyekre. És akkor bónusz, amit ezzel nyerhetünk, megint a felszabadult idő. Tehát, hogyha te eddig úgy töltötted a hétvégéidet, hogy mászkáltál a plázákban, hajtottad a leárazásokat, meg az új szezonra kellett mindig ez, az, amaz, képzeld el, hogy mit csinálhatsz ezzel a sok szabadidővel, amelyet eddig vásárlással töltöttél. Na, de a vásárlás az nem áll meg a boltokban, hiszen ma már szerintem sokkal nagyobb arányban vásárolunk online, amely még veszélyesebb, hiszen kettő kattintásra van mindaz, hogy felmegyünk egy honlapra, ugye ismerjük a nagy honlapokat, az eBay, az Amazon, meg a mindenféle boltoknak az online ilyen webshopjai, és kettő kattintás mindaz, hogy egy csomó pénzt elköltsünk olyan dolgokra, amelyekre nincs is szükségünk. Na, hogy tudjuk ezt megelőzni? Ugyanúgy, mint ahogy fizikailag nem megyünk el a boltokba, mellőzzük ezeket a honlapokat, de ami nagyon lényeges az az, hogy iratkozzunk le ezekre a hírlevelekről, mert ezek a legveszélyesebbek. Ugye elég egyszer megadni az e-mail címünket ezeknek a cégeknek, és azt fogjuk észrevenni, hogy naponta 3 e-maillel bombázzák a bejövő fiókot, és rákattintunk, és meglátjuk, hogy akkor most 50-70% akció van. A legrosszabb szerintem az az, amikor van egy termék, és akkor megmondják, hogy ha még X összegben vásárolsz, akkor ezt és ezt kapod, ilyen-olyan ajándékot, ezzel csak ők nyernek, mert te több pénzt költöttél, te viszont, tehát hogy te több pénzt költöttél, ezzel ők jobban járnak, te viszont gazdagodtál egy újabb kacattal, amelyre nincs is szükséged. Tehát ezeket próbáljuk meg teljes mértékben kiiktatni, úgyhogy leiratkozunk ezekről a hírlevelekről. Hogy egy példát mondjak, én az Elo Yoga hírlevegyére vagyok feliratkozva, de most már nem bírom tovább, a türelmem véges, és lényegében 4 vagy 5 e-mailt szoktam kapni egy nap tőlük, amelyben folyamatosan az arcomba rakják azt, hogy az új kollekció, hogy milyen leárazások vannak, és a mindenféle előre megkomponált marketing szöveg azért
hogy vásárolj. Úgyhogy próbáljuk meg ezt elkerülni, ne menjünk olyan helyekre, ahol tudjuk, hogy egyébként pénzt költenénk, és az online felületeken se adjuk meg erre az esélyt. És akkor van egy olyan területe az életünknek, amelynél mindig is azt vallottam, hogy kettő lehetséges út létezik. Ez pedig az étkezés. Ez az, ahol vagy rengeteg pénzt költünk, vagy rengeteg pénzt tudunk spórolni. Ugye rengeteg pénzt költünk, ez szerintem az a forgatókönyv, amikor a reggelit útközben vesszük meg valahol a városban, az ebédet rendeljük, és a vacsorához pedig már túl fáradtak vagyunk, tehát ezt is valami étteremből hozzuk, és igazából csak költjük a pénzt egy olyan dologra, amelynél egy icipici tervezéssel és tudatossággal nagyon sok pénzt meg lehet spórolni, mert hiába mondja bárki, hogy ma már vannak ezek a nagyon költséghatékony, házhoz szállítós megoldások, semmi nem lesz olyan olcsó hosszú távon, mint az, hogy otthon főzöl. A minimalizmus itt azért segít, mert le fognak egyszerűsödni azok a kaják, amelyeket nap mint nap eszel. Kérdés az, hogy mi ezt úgy éljük meg, hogy milyen unalmas valami, vagy úgy éljük meg, hogy mennyire hatékony. Mint persze fontos az, hogy mit eszünk, hiszen tudjátok, a jóbe életmódon is az egészséges vegán étkezést hirdetem, csak nem szeretném, hogy ebből álljon az életem, hanem hogy én ezt teljesen leegyszerűsítem, és rengeteg pénzt is spórolok vele, úgyhogy azt gondolom, hogy ha te is az a típus vagy, aki nagyon sok pénzt költ arra, hogy ebédet hozasson, hogy állandóan étteremben eszel, hogy a reggelit is valahol mindig útközben veszed meg, akkor egy kicsit nézd meg, hogy hogyan tudnád leegyszerűsíteni a dolgokat, és tényleg ne úgy éld meg, hogy úristen, akkor innentől kezdve már csak sokkal kevesebb mindent ehetek, hanem igazából, ha megvan az a 3-4 kedvenc kajád, akkor az miért olyan rossz, hogy ugyanazt a 3-4 féle ételt eszed? Szerintem ez tök jó. A következő ilyet csak említés szintjén mondom, mert lesz róla egy külön videó, ez pedig a szépségápolás a női nézőim részére, hiszen abban is fel lehet fedezni a minimalizmusnak az előnyeit, a hajápolás, a smink, a ruhák, a bőrápolással kapcsolatban teljesen le lehet egyszerűsíteni a dolgokat, és rengeteg pénzt lehet megspórolni azzal, hogy nem vesszük állandóan az új termékeket, hanem megnézzük, hogy melyek azok a dolgok, amelyekre valóban szükségünk van, amelyek beváltak, azokhoz ragaszkodunk, a többivel pedig nem foglalkozunk. De most csak ennyi, erről majd lesz egy külön videó hamarosan a csatornán. Ez olyan területe az életünknek, ezek a mindenféle előfizetések és elektronikai dolgok. Például a tévé. Tévé nélkül lehet élni, még akkor is, ha ez most elképzelhetetlen. Én 2 évig éltem így, mármint a tévénk az volt, csak nem volt összekötve semmilyen szolgáltatóval, tehát igazából nem néztem tévét, és még mindig itt vagyok, és nem maradtam le semmiről. Szóval, hogyha úgy érezzük, hogy egyébként csak így dísznek áll a tévé, kb. Negyed órát nézzük naponta, azt is csak a háttérben hallgatjuk, akkor nem érdemes ezért fizetni, és meg fogjuk látni, hogy egy idő után észre se vesszük azt, hogy nem nézünk tévét. Aztán, amire nagyon érdemes figyelni a netes fizetésekkel kapcsolatban, ezek a recurring revenue modell üzletek. Tehát ezek azok, ahol te megadod a bankkártyád adatait, és havonta terhelik a számládat bizonyos összeggel. Ilyen például a Netflix, ilyen például a Scribd, meg a mindenféle ilyen online platformok, ahol elég egyszer megadnod az adataidat, és bizony elfelejted azt, hogy havonta állandóan vonogatják le a pénzt. És ez azért nagyon trükkös ez a recurring revenue modell, mert annyira kis összegről beszélünk, hogy havi szinten jelentéktelennek tűnik mondjuk az az 5 dollár, a 8 dollár, a 10 dollár, viszont ha összeadod egy évben, akkor lehet, hogy több száz dolláros kiadásod van egy olyan dologra, amelyet lehet, hogy nem is használsz. Ilyenek például mindenféle fitness programok, amikor nagy lendülettel ugye regisztrálunk valahova, előfizetünk, megadjuk az adatainkat, és már vonják is le a kártyáról vagy a PayPalról, aztán utána körülbelül 2-szer használjuk. Szóval érdemes megnézni az ilyeneket, és nagyon figyeljünk azokra is, amelyeknél úgy van, hogy előre egy évre kell kifizetni. Tehát az oké, hogy meghirdetik, hogy mondjuk 12 dollár egy hónapban, csak neked a 12 hónapot ki kell fizetned, tehát már le is repült a számládról az összeg, aztán elfelejtjük, nem is használjuk őket, viszont
ők ennyivel gazdagabbak lettek neked, meg ennyivel kisebb a pénztárcád. Úgyhogy próbáljunk meg tudatosan költekezni online is, mert szinte azt mondom, hogy nagyobb önfegyelem kell, hiszen amikor fizikailag látjuk a készpénzt, akkor még azt mondom, hogy kicsit könnyebb megállni, de amikor online elkezdünk kattintgatni, és csak számokat látunk, meg a számlánkat, meg a PayPal egyenleget, akkor nagyon könnyen elszaladhat a ló, és egy csomó pénzt költünk olyan dolgokra, amelyeket nem is használunk. És azt gondolom, hogy számomra a legtestizálóbb terület, ahol nagyon sokat lehet spórolni a minimalizmussal, ez az otthoni edzés és jóga. Mert hogy szép dolog elmenni jóga stúdióba, meg egy nagyon elegáns, trendi konditerembe, csak a kérdés az az, hogy erre valóban szükségünk van, vagy egyébként ezt otthon is meg tudjuk oldani, 0 forintból. A 0 forintot úgy értem, hogy egy internet előfizetés kell hozzá, viszont aki manapság nem tud otthon edzeni és jogázni mindazokkal a videókkal és programokkal, amelyek ingyenesen elérhetőek, tehát ez a 35 millió kb., akkor biztos, hogy valami más motiváció van, esetleg a közösség a konditeremben, esetleg az, hogy valakinek muszáj kimozdulnia otthonról, de hogyha csak leszűkítjük arra, hogy szeretnél edzeni és jogázni, ezt teljesen ingyen meg lehet oldani otthon is, bármilyen szinten is vagy, hogy egy kicsit reklámozom a másik csatornámat, a Joga Életmód csatornán találsz mindenféle kezdő és haladó joga videót, tehát hogyha mondjuk új vagy a jogában, nincs lehetőséged elmenni joga stúdióba, akkor onnan is tudsz válogatni, meg ezen kívül a millióféle forrásból, úgyhogy azt gondolom, hogy ez megint egy olyan rész, ahol el lehet költeni egy csomó pénzt, és meg lehet spórolni még többet. És végül, de nem utolsó sorban egy olyan spórolási tipp, amely valóban nem lesz igaz mindenkire, úgyhogy senki ne vegye személyesnek, de mégis azt gondolom, hogy érdemes róla beszélni, ez pedig az autó kérdése. Ez az, amikor megvizsgáljuk, hogy valóban szükségünk van-e autóra. Budapestiek előnyben, hiszen azért tömegközlekedéssel szinte mindenhova el lehet jutni, nyilván, hogy sokkal lassabb, nyilván, hogy kevésbé kényelmesebb, és a többi. Csak a kérdés az az, hogy mikor lebontjuk a számokat, és megnézzük, hogy milyen költségekkel jár egy autó vásárlása, majd annak a fenntartása, a tankolása és a parkolása, akkor csak érdemes megnézni, hogy ez vajon tényleg jó befektetés, vagy egyébként rengeteg-rengeteg pénzt tudunk spórolni azzal, hogy nem autós közlekedést választunk. Mondom, csak akkor, hogyha ez valóban kivitelezhető. A másik nagyon jó dolog abban, hogyha nem autóval közlekedünk, az, hogy felszabadul olyan idő, amelyet hasznosan tudunk tölteni. Mert számomra ugye az autóvezetés az egy üres idő, hiszen a vezetésre kell figyelnem, maximum egy audio könyvet tudok hallgatni, de engem mondjuk az is zavar, tehát én a forgalomra figyelek. Viszont, hogyha metrón ülök, buszon ülök, villamoson, stb., akkor azt az időt tudom olvasással tölteni, valamit tudok hallgatni, vagy aludni, hogyha arról van szó. Én végig aludtam egy pár kilométert a Kiskörös Veszprém szakaszon, a távolsági buszon. Szóval, hogy ebben nekem nagyon-nagyon sok tapasztalatom van, én 6 plusz 4 évig ültem a buszon, először Kiskunhalas Kiskörös között, majd pedig Kiskörös Veszprém között, szóval a fenekem alatt van jó pár kilométer tömegközlekedés eszközökön, szóval én a mai napig azt vallom, hogy ha nem feltétlen szükséges az autó, akkor érdemes ezen is spórolni, vagy legalábbis várni addig, amíg tényleg nem tudunk nélküle élni. Ennyit szerettem volna ebben a mai videóban, remélem, hogy tudtatok meríteni néhány ötletet spórolással kapcsolatban és minimalista életmóddal kapcsolatban, hiszen láthatjátok, hogy ez a kettő nagyon szorosan kéz a kézben jár. Hogyha tetszett, akkor egy lájkkal tudjátok megköszönni, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, megnyomni a csengettyű értesítést, és akkor nem maradtok le a további feltöltésekről sem. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!